Köszöntöm Önöket, a Pannon TV híradóját látják, ma március 3-a Kornélia és Frigyes napja van. 97 éve Németország, Ausztria és Oroszország aláírta a Brest-Litovszki egyezményt, amely véget vetett Oroszország részvételének az első világháborúban. 168 éve megszületett Alexander Graham Bell, a telefon atya. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. Holnap állítólag Szabadkán találkozik a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Demokrata Párt elnöke. Ma folytatódott az elpusztult őzek és más elhullott vad begyűjtése a bánáti Klári falu határában. Öt fiatal megverte az Újvidéki Városi Tömegközlekedési Vállalat buszsofőrét, miután az megkérte őket, hogy váltsanak jegyet. Május közepéig átadhatják a felújított Csantavéri Színházat, a munkálatok a napokban kezdődnek. Holnap állítólag Szabadkán találkoznak a vajdasági hatalmi koalíció pártjainak vezetői, Nenad Csanák a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, Bojan Pajtics a Demokrata Párt és Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a tartományi kormányon belüli konfliktusokat vitatják meg. A három politikus már pénteken tárgyulóasztalhoz ült Újvidéken, a találkozó után a VSL egy rövid közleményt adott ki, amely szerint több kérdést is megvitatták, a tárgyalást pedig folytatják. A VMS és a Liga kapcsolatát az összetűzések jellemezték az elmúlt időszakban, a koalíciós szerződés ellenére leváltották Takács Mártát, a Vajdaság Erdei Közvállalat igazgatóját posztjáról, a VSL által javasolt személyt nevezték ki a helyére. A VMS első embere csak azzal a feltétellel vett részt a pénteki találkozón, hogy a párt káderét visszahelyezik a közvállalat élére, amelyet már 10 éve vezetett. Pásztorék 4 órán keresztül tárgyaltak, holnap következik a folytatás. Üzleti fórumot tartanak Kopaonikon, a háromnapos eseményen 600 résztvevőre számítanak. Az összejövetelt a szerb kormányfő nyitotta meg. Alexander Vučić arról beszélt, hogy idén nem hiánnyal, hanem többlettel kezdte az évet Szerbia gazdasága. Politikusok, bankárok, diplomaták, üzletemberek. Ők a 22. üzleti fórum résztvevői. A Kopaonikon megszervezett találkozót Alexander Vučić nyitotta meg. A miniszterelnök arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban a szerb kormány olyan stratégiát dolgozott ki, amely fejlődést eredményez és amelyhez ragaszkodnak. A politikus szerint most a felelőtlen politika számláit fizeti az ország, ezért voltak szükségesek a megszorítások. Példaként elmondta, az elmúlt időszakban az évek első 2 hónapjaiban az államháztartás már rögtön hiánnyal küzdött. 2014-ben a deficit több mint 36 milliárd dinár volt. Vučić szerint most januárban és februárban már 1 milliárd és 895 milliós többlete van a büdzsének. A miniszterelnök szerint ez először történt meg Szerbia modernkori történelmében. Ovo su neočekivano dobri rezultati za prva 2 meseca. Nadam se da ćemo moći u tom ritmu da nastavimo, tako da sam uveren da ćemo prvu reviziju Međunarodnog monetarnog fonda u maju mesecu, što se fiskala tiče, proći bez ikakvih problema. Belgrád-Budapest vasútvonal, Belgrád a vizen. A miniszterelnök szerint ezeknek a nagy projekteknek köszönhetően növekedett Szerbia GDP-je. Az ország 2013-ban nagy beruházásokra 2 milliárd 130 millió dinárt, 2014-ben 1 milliárd 615 milliót fordított, az idei évben pedig csak 540 millió dinárt. To pokazuje da smo mi nespremni, da mi nemamo ideje, da mi nemamo projekte i da mi kad imamo novca ne znamo šta sa novcem da radimo. Dakle, mi smo stegli kajš, pritegli smo državnu kasu, ali ono gde ne treba da štedimo, to su naši kapitalni izdaci. To je jedina stavka ovde u kojoj uopšte ne treba da štedimo. U redu je kad napravimo uštede u robama i uslugama. U redu je kad napravimo uštede na troškovima zaposlenih. I sve je to odlično za našu ekonomiju, ali ono što nije dobro za našu ekonomiju, to je kad pravimo uštede na kapitalnim izdacima. Alexander Vlahović, a Szerbiai Közgazdászok Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy az ország és az IMF megállapodása több pozitív eredményt is hozhat. A szakértő szerint ennek köszönhetően nagyobb a garancia arra, hogy az állam végrehajtja a kulcsfontosságú reformokat. A kölcsönnek köszönhetően nő az ország hitelminősítése, ez növelheti a külföldi befektetők érdeklődését Szerbia iránt.
Nem növekszik a forgalmi adó mértéke Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić. A kormányfő szavai szerint a jó eredmények és az első két hónapban megvalósított költségvetési többlet miatt nem lesz szükség az áfa mértékének növelésére, noha a Nemzetközi Valuta Alappal kötött megállapodásban ez lehetőségként szerepel. Ha rosszabbak lennének az eredményeink, akkor kötelességünk lenne az IMF-fel kötött megállapodással összhangban megfontolni az áfa növelésének mértékét, fogalmazott Vučić. Így azonban nem, hogy nem fontoljuk meg, hanem egyáltalán nem is veszük tekintetbe, hangzott el a Kopaoniki üzleti fórumon tartott sajtótájékoztatón. A kormányfő ugyanakkor leszögezte a régión belül Szerbiában az egyik legalacsonyabb mértékű az áfa. Ötmillió dináros kárt okozott a bánáti vadmérgezés a magyar csernyei községhez tartozó Radojevo, azaz Klári határában ma és holnap mintegy 20 vadász és helybeli polgár keresi az elpusztult őzeket és más vadat. Az elhullott állatok tetemei még mindig a határban hevernek. Ma folytatódott az elpusztult őzek és más elhullott vad begyűjtése Radojevo határában. A munkában a vadászegyesület tagjai mellett helybéliek is részt vesznek. Hivatalos közlemény még nincs az esetről, de a vadászok egyöntetű véleménye, hogy a vad pusztulását csak is a rágcsálók ellen szakszerűtlenül elszórt méreg okozhatta. A tábla egy zsita, prilikom prolaska kroz nyú, nagyene 24 komada srnića divljač, koje su uginula. Veterinarski inspektor je dao zaključak da je leševi od 3 do 15 dana starosti. Leševi su nasumice sa sve strane, ptice, grabljivice su sadržaj i drobu uglavnom izvodili. Szilágyi István közel 50 éve vadász, de mint mondja, nem emlékszik ilyen méretű mérgezésre a vadász területen. Voltak hasonlók, ami fácamérgezés, nyúlmérgezés, voltak ekkora nagy kárt még nem fedeztünk föl, tehát nincs tudomásom róla, hogy van. Különben nagyon nagy baj azért, mert a Vadászszövetség, úgy az Egyesület is, nagyon jó kapcsolat, nagyon jó gazdasági, jobban mondva, turisztikai vadászatokat szerveztünk, mind apróbadban, mind nagyvadban. A Község Vadászszövetsége 20 ezer hektáros területtel rendelkezik, ami az utóbbi években a svájci, németországi és ausztriai vadászok közkedvelt vadászhelye lett. Elsősorban a kilőtt őzekből tartják fenn magukat. Prošle prebrojeno negde oko 700 komada srnećih divljači. Ove godine mislimo da ćemo imati gubitak, koje trovanje, koje redovno, oko 200 komada manje. Az elpusztult vad egy része még a határban van, mivel a rendőrség nem fejezte be a helyszínelést. Az első, nem hivatalos becslések szerint a kár megközelítheti az 5 millió dinárt. Öt fiatal megverte az Újvidéki Városi Tömegközlekedési Vállalat buszsofőrét, miután azt megkérte őket, hogy váltsanak jegyet. Az incidens vasárnap reggel történt Újvidék és Karlóca között közlekedő járaton. Ez nem az első eset, hogy az utasforgalmi közvállalat embereire támadtak a tartományi székvárosban. Az eset vasárnap hajnalban történt. A sofőrt azonnal a sürgősségi osztályra szállították, ahol orvosi ellátásban részesült. Nem hivatalos információk szerint kisebb testi sérülés szenvedett. Nažalost, napadi na zaposlene i kontrolore gradskog saobraćajnog preduzeća su nastavljeni. U nedelju 1. marta napadnut je vozač na relaciji Novi Sad-Sremski Karlovci, je napadnut na stajalištu kod Futoške pijace kada je petoricu mlađih putnika zamolio da kupe kartu autobusu. A rendőrség vizsgálatot folytat az újvidéki Futaki piac melletti buszmegállón történt incidenssel kapcsolatban. Az eljárás hivatalos eredményéről egyelőre nem adtak ki közleményt. Újvidéken ez nem egyedülálló eset. Az idén már második alkalommal érte fizikai bántalmazás a közlekedési vállalat munkatársait. Sramot. Samo to mogu da kažem, mislim da je stvarno krajnji bezobrazluk i da stvarno nema smisla se to tako nešto dešava. Niko neće da učestvuje u tom putnici. Neće i ne sme. Sutra ga čeka na ulici ta isti dečko. A közlekedési vállalat vezetői arra hívják fel a közvéleményt és az illetékes szerveket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ilyen esetek többé ne forduljanak elő. Több szabadkai közvállalat vezetőjét is kinevezték hétfőn a Szabadkai Városi Képviselőtestület ülésén. Márton Ferenc eddigi megbízott igazgatót, 4 évre a Palics Ludas élére, Tripolszky Tíme okleveles közgazdászt,
6 hónapra a Városrendezési Intézet megbízott igazgatójává, Hárokszálási Stamenkovics Márta okleveles színésznőt a Gyermekszínház igazgatójává, Predrag Mastilovics okleveles közgazdászt a Kéményseprő kommunális közvállalat vezetőjévé, Violetta Sloboda okleveles gyógyszerészt pedig a Szabadkai Gyógyszertár igazgatójává nevezték ki. A napirendről viszont levették a gázművek és a távfűtőművek vezetőinek kinevezéséről szóló javaslatokat. Romos, elhanyagolt állapotban van a Csantavéri Színház. Az évek óta használaton kívülálló épületet sürgősen fel kell újítani, mivel az idei Durindó és Gyöngyös Bokréta házigazdája Csantavér lesz. A munkálatokra 31 millió dinárt különített el a Szabadkai Önkormányzat. Omladozó vakolat, lyukas csatorna és pókháló mindenfelé. A helyi kommunális vállalatnak az emberei egy nyugalmazott erdészmérnöknek a tervezése alapján az meghatározta, hogy melyik fákat, mert ez már egy jó 10 éve, nem törődött senki ebbe a parka. A Csantavéri Színház épületét teljes egészében fel kell újítani. Az előtte lévő parkot is rendbe kell tenni ahhoz, hogy a munkálatokat akadálymentesen elkezdhessék. Ebben a helyi kommunális közvállalat munkásai segítenek. Nagyon el volt az elmúlt 10 évben hanyagolva. Most már egy pár hete nekifogtunk, hát amennyire az embereknek az ideje engedi, mivel hogy több más munkálat is van a hatáskörükben, de tegnap is például itt tevékenykedtek az emberek, mert egy erdészmérnök az meghatározta velünk együtt, hogy melyik fákat kell kiszedni, melyiket hogy kell karbantartani. Mindenfelé szőnyeget vesznek le a székekkel. És hány személyes? Hát most 524, valamennyivel csökkenni fog a létszám, mivel hogy ugye szélesítve is lesz a székek között a hely. A színháztermet 2010 óta nem használják. Nagyobb mértékű felújítást utoljára 1984-ben végeztek az épületen. A fűtőtestek szétfagytak, a mennyezet beázik, a padlózat elkorhat, a színpad pedig balesetveszélyes. A falu kulturális életének központja volt a színház évtizedeken át. Most csak üresen kong az épület. A színház teremben belül tetőtől szinte az alapzatig elég sok munkálat van a tervekben. A tetőn ugye a létszedést kicsevélik, befóliázzák, újból cserepezik, a villanyhálózat átleszvázva, új vízvezeték hálózat, felújítsák a szanitáris helységeket, a székeket kicsevélik, új székekre, új stílusúakra, a szőnyeket kicsevélik, a színpadot megcsinálják, színpad alatti öltözőket megcsinálják. A munkálatokat március 10-e körül kezdik majd el. A júniusi Durindó és Gyöngyös Bokréta előtt pár héttel, május 20-án tervezik az épület átadását. 60 magyar lakta települést járnak be a Vajdasági Hivatásos Színházak társulatai. A Magyar Nemzeti Tanács tájolási programja március elején kezdődik. A Szabadkai Népszínház március 7-én Tordán kezdi meg vendégszereplését. Lakodalmas hangulat tárul a tordai közönség elé szombaton. A Szabadkai Népszínház a Vajdasági Lakodalom című darabbal kezdi meg a tájolási programját. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata további három emberközeli színjátékot választott ki a március 7-től június közepéig tartó tájolási program repertoáriára. Az egymással és a szomorú vasárnap már hosszú ideje a magyar közönség kedvencei közé tartozik. Sokan saját életük jeleneteit vélik felfedezni ezekben a produkciókban. A három ismert darab mellett egy új előadás is bejárja a vajdasági településeket. A Nyolc nő egy krimi komédia, amit március 25-én Topolyán mutatnak majd be a színészek. A Szabadkai Társulat első körben 18 vajdasági helyszínre tervezi a bemutatóit. Az ütemezése az előadásoknak, hogy márciusban 6 helyszínre látogatunk el, áprilisban a terveink szerint 4-től 6 helyszínig, és májusban is ugyanez vár ránk, tehát ott 4 előadást terveztünk be, júniusban pedig 2-t. Itt ugye alkalmazkodni kell ahhoz is, hogy mi a falvaknak az igénye, és hát itt többnyire az is fölmerül, hogy általában hétvégét kérik kijátszási napként. Az Újvidéki Színház társulata Tordán, Kupuszinán és Múzsján vendég szerepel. A darabokat a publikum igénye alapján választották ki. Ami az előadásokat illeti, elsősorban ugye a Neuzetzer kabaréval és az Éva 69-el fogunk fellépni, de
a Csárdás királynő is igazából a tájolási programunk egyik, hát hogy úgy mondjam, központi produkciója. A Magyar Nemzeti Tanács 5 éve támogatja a hivatásos színházak tájolását. Idén a 40 helyszínt felvállaló Szabadkai Népszínház magyar társulatát 1,5 millió dinárral, a többi színházat pedig 1 millió dinárral támogatja. Ehhez a tájoláshoz a tartományi művelődés és tájékoztatási titkárság, személy szerint a titkár úr is úgy ítélte meg, hogy hozzájárulna, hiszen ezáltal a Nemzeti Tanács által jóvá hagyott 1,5 milliót még ugyanennyivel ki tudnánk egészíteni, bővíteni, és így tényleg a Népszínház mindenhova eljuthatna. A Magyar Nemzeti Tanács tájolási programja idén 60 vajdasági települést foglal magába. A Szabadkai Népszínház magyar társulata, a Kosztolányi Dezső Színház, az Újvidéki Színház és a Zentai Magyar Kamara Színház március elején megkezdi vendégszereplését. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Szabadkán egyelőre nem kell tartani a H1N1 vírustól, az Északbácskai körzetben sincs járványveszély. A következő napokban főleg esős időjárásra számíthatunk, de többfelé hózápor, havazás is lehet. A szerb kormány nem tárgyalt még az áram drágításáról, ezt Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök mondta. Pénteken a szerbiai média arról írt, hogy április 1-től 15%-kal drágul az áram Szerbiában. Az IMF-el aláírt memorandum szerint ugyanis jövedéki adót vetnek majd ki rá. A kormányfő szerint először a Smederevói vasművek magánosítását szeretnék rendezni. Azután kerülhet napi rendre az áram. Alekszandar Vučić minden esetre hangsúlyozta, Szerbiában olcsó az áram. Arról nem beszélt, hogy a villamos energia ára mennyire terheli meg a lakosság zsebét. Imamo ubedljivo najjeftiniju struju u Evropi, imamo 30% nižu cenu struje nego što imaju zemlje koje imaju najjeftiniju struju u regionu. Ali da sačekamo da vidimo sve ove druge stvari pa ćemo tome da donosimo odluku. Elkezdődött a szerbiai parlament tavaszi ülésszaka. Ez ünnepélyes keretek között történt, felcsendült a szerb himnusz, a képviselőket pedig a szerb hadsereg díszőrsége fogadta. A képviselőházban ma 16 jogalkotási javaslatot vitatnak meg. Napirenden szerepel a vegyszerekről szóló törvény módosítása, Algéria és Szerbia közötti megállapodás az állatokra vonatkozó egészségügyi vizsgálatokról, valamint a bírók kinevezésével is foglalkoznak. A törvény értelmében a szerb parlament két időszakban ülésezik. Az első rendes összejövetelőket márciusban kezdik a képviselők, a másikat pedig októberben. Szabadkán egyelőre nem kell tartani a H1N1 vírustól. Az Északbácskai körzetben sincs járványveszély. A Kragujevaci Klinikai Központ közleménye szerint a klinikai központba szállított 6 influenzás beteg esetében nem bizonyított a H1N1 vírus jelenléte, és nem kell fertőzés veszélytől tartani. A Kragujevaci Klinikai Központba szállított influenzás betegek esetében az eddigi vizsgálatok alapján nem bizonyított a H1N1 vírus jelenléte. Az orvosok szerint nem kell járványtól tartanunk, mert izolált esetekről van szó. Ne očekuje se veliko povećanje broja pacijenata sa teškim simptomima kojima je potrebno bolničko lečenje kao što se to dešavalo prethodnih nekoliko godina. Inače od 6 pacijenata koji su u kliničkom centru Kragujevac, 2 su iz Kragujevca, 2 su iz Novog Pazara, 1 je iz Ćuprije, 1 je iz Paraćina. Szabadkán jelenleg nem beszélhetünk járványhelyzetről. Az influenzának számos válfaja létezik, ne csak egyes esetekben indokolt a kórházi kezelés. Az influenzának súlyos szövődményei is lehetnek. A betegség legfőbb tünetei a hőemelkedés, az izomfájdalom, a száraz köhögés, valamint a légúti panaszok. A H1N1 az influenza egyik altípusa, amely tünetei szinte megegyeznek az influenzáival. Koliko neko ima hronično oboljenje, pre svega respiratornog sistema, tu mislim na astmu ili hronični bronhitis, ili ukoliko ima neko drugo hronično oboljenje, za očekivati je da će ovakva osoba, kada dođe kontakt sa virusom influence, imati težu kliničku sliku. Također gojazne osobe, odnosno trudnice, imaju nešto težu kliničku sliku. Az Északbácskai körzetben jelenleg nincs fertőzés veszély, hiszen az egyéni influenzás eseteket sikerült kezelni. Szabadkán a H1N1 terjedésétől nem kell tartani.
Három ukrán katona meghalt, 9 pedig megsebesült az elmúlt 24 órában az ország keleti részén, közölték ukrán katonai források. Részletekről nem árultak el, azonban a hadsereg szóvivője korábban arról számolt be, hogy az orosz barát erők 22-szer bombáztak ukrán állásokat. A kormány erők és a szakadárok egyébként nap mint nap fegyveres támadásokkal vádolják egymást, az újabb halálos áldozatok pedig arra mutatnak, hogy üveglábokon áll a két hetek kötött tűzszünet. Az ENSZ szerint eddig több mint 6000 halottja van a csaknem egy éve tartó kelet-ukrajnai konfliktusnak. Elnagyzoltak azok a beszámolók, amelyek a Kárpát-aljáról történő tömeges kivándorlásról szólnak. A helyzet feszült ugyan, és rövid ideig pánik hangulat uralkodott a térségben, de az információk egy része elnagyzolt rémhír. Menekülő lakosságról, összeomló ukrán valutáról és éhező emberekről szóltak a kárpátaljai tudósítások. Egy rövid ideig eluralkodott a pánik hangulat, de a térségben nem beszélhetünk katasztrófáról. A helyzetről K. Debreceni Mihály, az MTV a kárpátaljai tudósítója nyilatkozott, aki kiemelte, hogy az alapvető élelmiszerekből nincs hiány, és már az ukrán fizetőeszköz is lassan bár, de erősödik. Hál' Istennek ezt meg kell cáfolnom, hogy tömeges lenne az elvándorlás, és azt is meg kell cáfolnom, hogy az élelmiszerboltok kiürültek volna. Megrohamozták az utóbbi napokban az emberek a boltokat, mindenki vásárolt, mindenki élelmiszerre költötte a pénzét. Sok helyen kiürültek a polcok, de hát ez nem tartott sokáig, max. Egy-két napig, mert utána tele lettek megint a polcok, tehát nincs áruhiány. Az utóbbi napokban volt olyan, hogy pánik hangulat tört ki Kárpátalján, mégpedig azért, mert az ukrán fizetőeszköz, a hrivnya hirtelen elkezdett inflálódni, tehát február folyamán csak nem 80%-os volt az infláció. Ez most egyébként most valamennyire már helyre állt. Kárpátalján tovább folytatódik a sorkatonák besorozása, de sorkatonákat nem küldenek a harci övezetbe. Mint megtudtuk, a harctérre csak hivatásos katonákat visznek, illetve azokat, akik különleges katonai kiképzéssel rendelkeznek. Vannak olyan férfiak, akik külföldre távoznak a behívók elől, de tömeges migrációról ebben az esetben sem beszélhetünk. A helyzet a tűzszünet ellenére feszült, de mindenki bizakodó. Eltemették Boris Nyemcov orosz ellenzéki vezetőt, Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök egyik helyettese és kormánytisztviselők is lerótták kegyeletüket Boris Nyemcov koporsójánál a keddi búcsúztatón. A meggyilkolt ellenzéki politikus holttestét a szovjet rendszer politikai elnyomása áldozatainak emlékét őrző, a demokratikus társadalom és állam erősítése érdekében működő moszkvai Szaharov központban ravatalozták fel. Boris Nyemcovtól végső búcsút vett a miniszterelnök helyettes, továbbá a mezőgazdasági miniszter, Dmitrij Medvegyev kormányfő szóvivője és a kormányhivatal vezetője is. A miniszterelnök koszorút küldött. Vladimir Putyin orosz államfőt állandó parlamenti megbízottja képviseli a gyászszertartáson. Felavatták a Kossuth téri emlékművet Budapesten, Horvai János újra faragott szoborcsoportját Áder János magyar államfő és Kövér László házelnök leplezte le. A Kossuth Lajost és a Batthyány kormány többi 8 tagját ábrázoló 1927-ben felavatott szoborcsoportját az 50-es évek elején szállították el a parlament elől. Most Steindl Imre program keretében került vissza eredeti helyére. Magyarország történelmi zászlóit vonultatták fel az újrafaragott Kossuth emlékmű újraavatási ünnepségén Budapesten. A himnusszal kezdődött a ceremónia. Horvai János Kossuth Lajos emlékművének ünnepélyes újraavatásán Áder János magyar köztársasági elnök a Batthyány kormány tagjait méltatta és elődeink örökségének tiszteletére buzdított. Rajtunk múlik, hogy mihez kezdünk a kapott örökséggel. Hogy folytatjuk-e a polgári Magyarország kiteljesítését életünk minden területén. Minden, ami ehhez szükséges, ma is ugyanúgy megvan, mint a 48-as hősök idején. Megvan a tehetségünk, az erőnk, a hitünk. Rajtunk múlik, hogy ellenségei leszünk-e önmagunknak, vagy erőt merítünk egymásból, és beteljesítjük álmainkat. A Kossuth Lajost és a Batthyány kormány többi 8 tagját ábrázoló 1927-ben felavatott szoborcsoportot az 50-es évek elején szállították el a parlament elől.
Az emlékművet kedden helyezték vissza eredeti helyére. A Kossuth tér megújítását célzó Steinről Imre program keretében újrafaragott alkotást megáldották a történelmi egyházak püspökei is. Döntést hozott szakmai díjainak odaítéléséről a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége. Az elismeréseket a Vajdasági Magyar Média szerkesztőségeiből beérkezett javaslatok alapján, számos jelöltet figyelembe véve, ezúttal is 5 kategóriában osztják ki. Írott sajtó kategóriájában a megjelenésének 70. évfordulóját ünneplő Képesi Fiúság, az elektronikus média közül pedig a Szabadkai Rádió magyar műsorainak szerkesztősége érdemelte ki a VMUE elismerését. A legjobb fiatal újságírónak járó díjat Madár Anikó, az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének munkatársa kapja. A szórványban tevékenykedő sajtóorgánumok közül a zombori székhelyű Dunatáj heti lap szerkesztőségét jutalmazzák, az életműdíjat pedig Horváth Andrásnak, a Magyar Szó nyugalmazott újságírójának ítélték oda. Újabb hidegfront érkezett térségünkbe a meteorológiai tavasz első hetének kezdetén. A következő napokban főleg esős időjárásra számíthatunk, de többfelé hózápor, havazás is lehet. A hét elején még 10 Celsius fok körüli meleg lesz, a hétvégén viszont néhol csak plusz 2 fokig melegszik a levegő. Az elkövetkezendő időszakban ismét lehűlésre számíthatunk Vajdaság területén. A tavasz küszöbén még mindig fagypont körül alakulhat a hőmérséklet. A szabadkaiak nem örülnek az újabb hidegfrontnak. Most is fázunk, mert nem nagyon örülünk, de hát... Aggaszt, de hát hogy elessünk, mert csúszós lesz az út. Már jó volna, kicsit melegebb volna, még ne volna ez a szép. Nagyon szeretném már, ha jön a tavasz. A hidegfront elég komoly változásokat fog okozni néhány nap múlva térségünkben. Kovács Géza meteorológus szerint csütörtöktől számíthatunk komolyabb lehűlésre. Szerbia egyes részein akár 10 cm-nél is több hó hullhat. Nálunk inkább havas esőre számíthatunk. Ez a hidegfront a Földközi-tenger nyugati medencében egy kemény, erősebb ciklontevékenység ciklont fog képezni, amely lassan csütörtök folyamán megközelíti térségünket, pontosabban a középpontja az Adriai-tenger középső, illetve lassan majd a keleti térsége felé húzódik, így halad tovább kelet felé. Így csütörtökön, tehát erősebb borulásra van kilátás, és a hőmérséklet fokozatos csökkenésével eleinte esőre van kilátás napközben, majd az esti éjszakai órákban az esőt havazás. Az előrejelzések szerint egyelőre tart még a hideg, borús időjárás térségünkben, de a hűvös időszak ellenére jövő héttől már komolyabb felmelegedésre van kilátás. A híradó végén egy érdekesség, problémát jelent az emberi ürülék a Mount Everesten. A helyzet a környezet elszennyeződésével és betegségek terjedésével fenyeget, figyelmeztetett a Nepáli Alpinisták Egyesületének vezetője. Az a több mint 700 hegymászó és kísérő, aki majdnem 2 hónapot tölt szezononként a világ legmagasabb hegycsúcsának lejtőin, nagy mennyiségű ürüléket és vizeletet hagy maga után, és ezzel a problémával eddig senki nem foglalkozott, panaszkodott keddi katmandúi sajtótájékoztatóján Ang Chering. Az egyesületi elnök felszólította a kormányt, kötelezze a hegymászókat olyan megoldások alkalmazására, amelyek megőrzik a hegy tisztaságát. Fernando Alonso nem indul a Forma 1-es idénnyitó ausztrál nagydíjon, adta ki hivatalos közleményben a McLaren istálló. A kétszeres világbajnok spanyol pilóta még február 22-én szenvedett balesetet Barcelonában a McLaren Honda téli tesztelésén. Alonso rövid időre elveszítette az eszméletét, agyrázkódást szenvedett és 3 éjszakát a kórházban töltött. Az orvosok szerint a pilóta teljesen egészséges, de elővigyázatosságból nem tanácsolják, hogy elinduljon a március 15-i ausztrál nagydíjon. Alonso folytatja a rehabilitációt, és a március 29-i maláziai nagydíjon már ott lesz. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Holnap állítólag Szabadkán találkozik a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Demokrata Párt elnöke. Ma folytatódott az elpusztult őzek és más elhullott vad begyűjtése a Bánáti-Klári falu határában. 5 fiatal megverte az Újvidéki Városi Tömegközlekedési Vállalat buszsofőrét, miután az megkérte őket, hogy váltsanak jegyet. Május közepéig átadhatják a felújított Csantavéri Színházat, a munkálatok a napokban kezdődnek.
Mindjárt kezdődik a közügyek, benne a Szabadkai Városi Képviselőtestületének ülése, a zsinagóga felújítása és működtetése, Ősztetemek Bánátban és Belvízgondok Vajdaságban, várja önöket Vadlövő Gabriella. Maradjanak velünk továbbra is, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra, ahol bejátszásainkat, műsorainkat is visszanézhetik. A viszontlátásra!